Útfelújítás, parkolóépítés, járdafelújítás Máté Szalkán. Az önkormányzat a Start közmunkaprogram segítségével újította fel a belváros egy részét. A második ütem közel 40 millió forintos forrásból valósult meg, a Start közmunkaprogram és az önkormányzat saját erejéből. Épül, szépül Máté Szalka belvárosa. A Szatmári Alapfokú Művészeti Iskola tavalyi energetikai felújítása után most az intézmény előtti tér, a járda, a parkolók is megújultak. A beruházás ezen kívül még két programelemet tartalmazott. Augusztus közepén átadtuk a Kölcsey utcai merüleges parkolókat, 31 új parkolóval láttuk el Máté Szalkát. Most második ütemben zajlik itt a parkolófelújítás, útépítés és a térkővel történő járdák lerakása, díszburkolattal való ellátása itt a térnek, kb. 150 négyzetméternyi területet díszburkolattal raktunk le, egy 280-300 négyzetméternyi járda lerakása is történik, és itt az önkormányzat olyan módon is kapcsolódott be ebbe a történetbe, hogy ha már elkezdtük ezeket a felújítási munkákat és karbantartási munkákat, akkor természetesen a csapadék vízelvezető rendszernek a korszerűsítését is elvégeztük, és hogy a teret teljes mértékben be tudjuk zárni a városházáig, ezért úgy gondoltuk, hogy az Alapfokú Művészeti Iskola sarkától egészen a városházáig egy 100 méteres szakaszon a díszburkolatot is átépítjük, illetve kijavítjuk, karbantartjuk. A beruházás harmadik ütemében a Táncsics utca is megújult. Azzal, hogy most parkolókat bővítettük, mi is úgy gondoltuk, hogy talán a parkolási nehézségek azokon a belvárosi útszakaszokon megoldódnak, ahol közvetlenül szolgáltatók, boltok, bevásárlóközpontok vannak. Azonban ez nem így történt, nem minden esetben történt így. Így aztán az ott lakók, illetve az ott szolgáltatás biztosítók szorgalmazzák azt, hogy fizetősé tegyük ezeket a belvárosi útszakaszokat. Azonban, hogyha azt vizsgáljuk, hogy az összváros lakók igényeit is figyelembe kell vegyük, ezért ez egy nagyon kardélen táncoló kérdés, hogy hogyan is döntsön az önkormányzat. Az alpolgármester elmondta, egyelőre biztosan nem kell tartani attól, hogy fizetőssé válna a parkolás a városban. Ez csak néhány fejlesztés egyébként Máté Szalka életéből, de számtalan forrásra pályázott az önkormányzat. Köszöntöm a stúdióban Hanusi Pétert, Máté Szalka polgármesterét. Jó estét kívánok! Kedves Csokom, jó estét kívánok! Nos, hát akkor folytassuk a fejlesztésekkel. Lehetetlen a teljesség igényét követni, hiszen annyi pályázat működik most jelenleg Máté Szalkán, hogy nem tudjuk mindent felsorolni. De két koncepció az, ami azt gondolom, hogy meghatározó a Máté Szalkai fejlesztésekben. Az egyik a fényvárosa, a másik pedig a zöldváros. Hogyan szolgálják az egyes felújítások, fejlesztések ezt a két célkitűzést? Igen, 16 pályázatot adtunk be az elmúlt időszakban különféle fejlesztési forrásokhoz, főleg a megyei topos források tekintetében. Tehát valóban a teljes műsoridőt kimerítenénk, hogyha mindegyikről beszélni akarnánk. Egy a lényeg, hogy valóban épülni, szépülni fog Máté Szalka az elkövetkezendő egy-két évben biztosan, de persze természetesen azután is. Ez a két legfontosabb koncepció, ez egy arculatváltással együtt történik. Megválasztásom után én azt gondoltam, hogy korábban is az országban járva egészen egyszerűen megalázó, egész Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére mondhatom azt, és ebben természetesen Máté Szalkára is, ugye ez a sötét Szabolcs, meg a fekete vonat, meg Máté Szalka gyászba van, és a többi, és a többi. Én azt szeretném, hogyha az egész ország területén másképp gondolnának, mint Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére, és azt gondolom, hogy Máté Szalkával együtt nagyon sok önkormányzat tesz azért, hogy ne így gondolkodjanak az országban, és a városban is, a városról is egy másképp alakuljon ki az emberekben. És egy ilyen teljes arculatváltást mellett döntöttünk, és megkérdettük azt, ami korábban csak szlogenként létezett, most már a hitvallásunkká vált. Máté Szalka a fényvárosa, ez a fő, és hozzászoktuk tenni, hogy Hollywood bölcsője. Mik azok a pontok, amin ki tudnak gyúlni ezek a fények? Nagyon sok ilyen pont van, és hiszem azt is, annak idején, amikor a polgármesterség kapcsán gondolkodtam, hogy hogyan szeretném majd ezt a munkát végezni, én tudtam azt, hogyha nagyon jó szakemberekkel veszem körül magam, ami megtörtént, akkor épülni fog a város. Lesznek pályázatok, elnyerjük majd őket.
De én azt szeretném, hogy ebben a városban valóban jó legyen élni. És ne csak azért legyen Mátészalka a fényvárosa, mert 1888-ban először a mai Magyarország területén itt gyulladt ki először a közvilágítás. Hanem azért, mert ezt a várost körbelengi a szeretet fénye, a barátság fénye, a vendégszeretet fénye. Az, hogy itt pozitív gondolkodásúak az emberek. Ezt a város beragyogja Isten fénye. Tehát a fényt azt kiterjesztően értelmezzük Mátészalkán, és azt szeretném, hogyha ezt minden városlakó is természetesen, mindenki, aki oda látogat, ezt érezné. És ahhoz, hogy ez megjelenjen, fogalmazunk így külsőségekben is, bár ez a kevésbé fontos, legyünk őszinték, ehhez kellenek zászlós hajóprojektek, és ilyen többek között a Mátészalkai turisztikai pályázati projekt, ami egy 720 milliós pályázat, és Mátészalka történelmi főutcáját, a Kossuth utcát, ezt nagyon sokan ismerik, ezt az utcát, újítjuk meg. Maga az út is egy ilyen sétáló utca jellegű forgalom lassított úttá válik, majd díszburkolattal, a fény megtestesítő, a fényt idéző különféle attrakciókkal. Felújítunk három épületet, többek között a Szatmári Múzeumot, ugye, ami Mátészalka egyik büszkesége, hiszen Közép-Európa legnagyobb szekérgyűjteménye található itt. Ezen kívül az első villamosított ház, megvan az az épület, amit annak idén először villamosítottak Magyarországon. Ezt a házban egy ilyen technikai és fénytörténeti múzeumot fogunk kialakítani, illetve a régi mozi épületében pedig egy színház és filmművészeti múzeumot szeretnénk. De senki ne arra gondoljon, hogy ilyen kiállítunk ilyen tárgyakat, és azt majd nézegetni kell. Ez egy nagyon modern, egészen új szemléletű turisztikai attrakció lesz 21. századi látványelemekkel. Tehát nem egy statikus kiállításra kell gondolni. Tehát egy új köntöst kap Mátészalka történelmi főutcája minden tekintetben. Azt mondta nekem, mielőtt az adás kezdődött, hogy minden egyes pályázat, minden egyes fejlesztés, minden egyes terv, ami az asztalára kerül, csak akkor mehet át, hogyha látja rajta a fényt. Mi az, amitől látja egy-egy beruházáson, egy-egy elképzelésen ezt a fénykoncepciót? Igen, ez nagyon fontos számomra, tehát bármilyen tervező tesz, bármelyik több csoporttal dolgozunk, teszem én egy koncepciót, én látni akarom azt, hogy ez nem egy egyszerű épület, hanem fényben úszik, ragyog, és legyen szó akár egy iskoláról, legyen szó akár egy olyan épületelemről, ami mondjuk meghatározó volt a Kossuth utcán korábban. Látni akarom azokat a jeleket, ami ezt a koncepciót alátámasztja. És ennek ugye az építészek azért tudják a technikai megoldásait, hogy ez egy világos, ez egy fényes épület legyen. Vagy egyáltalán mondjuk ugyanebben a koncepcióban van egy régi tűztorony, amit annak idején Mátészalkán a régi képeslapokon ez volt az egyik legjelentősebb épület. Ott egy olyan látványelem, ami meghatározta az utcaképet. Mi most ezt újra megépítjük, és egy fényjátékkal látjuk el. Vagy például mondom tovább, a zöld város koncepciójában. Amellett, hogy a Szalkai László tér megújul a színház és a sportcsarnok között, illetve a sportcsarnokot is felújítjuk értelemszerűen. Van egy kegyeleti park ott ebben a programpontban, ami most egy eléggé, hát fogalmazzunk őszintén, tehát kegyeleti park, de nem olyan körülmények között, ahogy az elvárható lenne. Itt mi egy közösségi teret szeretnénk létrehozni, amellett, hogy a kegyeleti park jelleg megjön, és akkor a tetején például egy olyan kilátó, fogalmazzunk így, hogy egy ilyen transzcendentális teret szeretnénk létrehozni, ahol közösségi összejöveteleket lehet csinálni. És ez ott Mátészalka a legmagasabb pontja, ahonnan jó idő esetén a máramarosi bércekig el lehet látni, és természetesen ez is fényjátékkal, fényelemekkel. Tehát minden, ami fény, az jöhet ebbe a koncepcióba. Turisztikai fejlesztést említett, de azt gondolom, hogy akkor lett igazán a fényvárosa Mátészalka, hogyha az ott élő emberek is ezt érzik, és a saját életükben, az egyén életükben is érzik, hogy ez a fény megérkezik. Ebben hogyan tudják szolgálni? Rengeteg közösségépítő programunk van. Korábban ez nem volt jellemző. A mostani városvezetés minden alkalmat megragad arra,
hogy olyan programokat szervezzen, és legyenek ezek az adventi hétvégéktől, az adventi közös vasárnapoktól kezdve a majálisokon keresztül, vagy magán a fényes napokon, a fényes napok fesztiválon át. Tehát az a lényeg, hogy nagyon-nagyon szeretjük, hogyha a városban látogatnak a megyéből, az országból, de nagyon-nagyon fontos, hogy az ott élők is azt érezzék, hogy ez a város jó irányban fejlődik, ez a város lép előre. Éljünk pozitívan, higgyünk abban, hogy ennek a városnak nagyon sok lehetősége és pozitív értéke van. Ez az, amiről az előbb beszéltem. És mondjuk évek óta, hosszú évek óta nem volt majális. Mi egy jelképes költségvetésből csináltunk egy majálist. Több ezer ember vett részt, akik csak azért jöttek el, hogy jól érezik együtt magukat. Rendkívül nagyszerű élmény volt ez látni. Vagy a fényes napok. Tavaly nagyon-nagyon jól sikerült. Idén egyszerűen minden álmunkat felülmúlta az a közösségi erő, amit létrejött. És teljesen mindegy, hogy vállalkozásokról beszélünk, vagy magánszemélyekről, civilekről. Mindenki úgy járult hozzá ez a fesztiválhoz, hogy valami hihetetlen. És ebből a közös munkából, ami, ahogy még egyszer mondom, a vállalkozások is magukévá tették, támogatták, együtt voltak a rendezvényen. Hát ha én megmondanám azt, hogy ez mennyibe került ez a fényes napok, ami egy háromnapos most rendezvény volt, hát egy falunap költségvetésébe gyakorlatilag. Tehát jelképes összeg, és mindenki jól érezte magát, és rendkívül jók voltak a visszajelzések. És én azt gondolom, hogy ezért érdemes igazán dolgozni. Mert ha dolgozunk, akkor a projektek jönnek, épül, szépül a város. De hogy a közösség fejlődik, és egyre jobban azt érzi mindenki, hogy egy ilyen pozitív erő lengi körül a várost, és amit elmondanak nekem az emberek. És ez nagyon-nagyon jó érzés, ezért nagyon jó dolgozni. Polgármester úr, köszönjük, hogy befáradt ma este hozzánk a stúdióban. Én is nagyon szépen köszönöm.